1000 vállalkozást kérdezett meg a Marketing Kommandó januári online felmérésében. Tavaly még csak a válaszadók 21%-a számolt be csökkenő karácsonyi forgalomról, ez emelkedett a mostani felmérésben 34%-ra. Az adatokból kiolvasható, hogy azok könyvelhették el a legnagyobb veszteséget, akik tavaly még stagnáló forgalomról számoltak be, és nem költöttek marketingre. Egy jól marketingező cég a bevételeinek 10-15%-át költi el marketingre. Az EU átlag az 4-5% közt van, magyar átlag pedig 3-4% közt. Tehát ez még mindig nagyon pici. Van hová fejlődni, és érdemes is. A felmérés ugyanis rámutat, hogy azon cégek, amelyek intenzív marketing tevékenységet folytattak az elmúlt esztendőben, még a mostani válság sújtotta időkben is képesek voltak növelni forgalmukat.